Ahogy vajdaság szerte, úgy Óbecsén is augusztus 21-én alakult meg az új hatalom. A szerb haladó pártal már korábban kialakított koalíciós együttműködést sikerült új alapokra helyezni, jelentette ki Kis Igor, a kktvmsz es elnöke sajtótájékoztatóján. A polgármesterrel szinte napi kapcsolatban vagyunk, a, az, összes, az összes döntés konszenzusba, konszenzusba születik, természetesen viták azok jelen vannak, de a politikában miért ne lennének, lennének jelen a viták. A, a politika művészete abban rejlik, illetve a jó kapcsolatunknak a titka abban rejlik, hogy ezeket a vitákat civilizált, civilizált módon tudjuk, tudjuk rendezni. A testület legközelebb várhatóan a hónap közepén ülésezik majd, amikor a jövő évi költségvetés lesz napirenden. 2021-es költségvetésünket én úgy jellemezném, hogy óvatosan optimista. Vissza kell, vissza kell, fogni ugye a kiadásokat, hisz, hisz a korona, illetve a COVID-19 az nyilván január 1 nem fog automatikusan elmúlni, tehát a hatása érezhető lesz a, érezhető lesz a gazdaságon és a társadalomban, a társadalomban is továbbra is, és ez, és ez leképeződik persze a, a költségvetésre is, viszont, viszont továbbra is fejlesztésekben, fejlesztésekben, gondolkodunk, de ezekre a fejlesztésekre külsős forrásokat keresünk. Tehát. Az új községi képviselőtestület megalakulása óta ötülésen 112 ügyben hoztak döntést a képviselők Óbecsén.